A Magyar Olimpiai Bizottság, az utánpótlássport.hu és a Decathlon Magyarország 2013-ban alapította a díjat, amelyet a legeredményesebb, legmagasabb színvonalú szakmai munkát végző utánpótlás műhelyek kaphatnak. Havonta egy kuratórium választja ki a jelöltek közül a legjobbat, mellette közönségszavazáson is részt vesznek az érintettek. A Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület decemberi eredményei alapján utóbbi kategóriában végzett az élen. A decemberi hónapunk az nagyon sikeres volt, hiszen először is a Heraklész döntőjén három fővel indultunk, ahol az első három helyezettben két fő végzett, valamint a serdülő országos bajnokságon három arany, két ezüst, két bronz és egy negyedik helyen zárultunk. Ez azért nagyon fontos, mert hogy a 150 egyesületből mi lettünk az elsők a lövész egyesületek között. Ott volt Vareha Attila, aki légpisztoly 40 lövésben ért el második helyezést, ifjú tehetségeink 20 lövésben Vaskó Fanni, Torkos Anetta, valamint Pál Panna együttesben, és hát természetesen a fiú csapat Kis Attila, Olá János és Vareha Attila összeállításban, a Heraklészban pedig természetesen a nagyobbak is részt vettek, Agárdi Vilmos és Vareha Attila személyében. A nyíregyházi lövők számára eredményesen indult a 2016-os esztendő is. Ebben a hónapban már két Európa-bajnokság válogatónk volt. Ugye februárban rendezik meg Győrben az Európa-bajnokságot, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy egy fővel már biztosan részt veszünk, Agárdi Vilmos személyében. A másik főért, Vareha Attiláért még szurkolhatunk. Jövő héten kezdődik az országos bajnokság, nagyon kicsivel van lemaradva a harmadik helyért. Reméljük, hogy két fővel tudunk részt venni. Az NPL-e ebben az évben nemzetközi versenyt is rendez, mellette az országos bajnokságokon igyekeznek minél több érmet gyűjteni az egyesület képviselői. Folytatódik a családi kupa sorozat, amelynek segítségével a kívülállók is bepillanthatnak a lövészet kulisszái mögé.